A Magyar Olimpiai Bizottság elnöksége még soha nem ülésezett Nyíregyházán. A találkozót, valamint a helyszíni bejárásokat követően Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke exkluzív interjút adott a nyíregyházi televíziónak, melyben mindenekelőtt hangsúlyozta, megrendezik idén az ötkarékás játékokat Japánban, amely szerinte teljes értékű és a szigorú körülmények ellenére jó olimpia lesz. A bizottság vezetője a délelőtti jó részt az olimpiáról szóló tanácskozás témái közül kiemelte. A magyar sportolói delegáció a rióihoz hasonló, nagyjából 160 fős lehet. Az eredményprognózisuk 13 érem. Az elnök a látogatás után azt mondta, jól ismerik városunkat és a sportos hagyományait, és látják, mit tesznek itt a sportért. Amikor ide jövünk, akkor meg jó látni azt, hogy fontos a városnak a sport, hogy az infrastruktúra szintjén is megjelenik, ami az emberek szívében akkor biztos megjelenik, amikor valaki érmet nyer egy világbajnokságon vagy egy olimpián. Úgyhogy amikor most megnéztük az uszodát, ami lassan átadásra kerül, illetve ezt az atlétikai centrumot, akkor az, hát hogy mondjam, nagyon szívmelengető volt. A bejárás alkalmával kérdésünkre Szabó Tünde sportállamtitkár, a város parlamenti képviselője megerősítette, nem volt nehéz meghívni a MOB elnökségét Nyíregyházára, hiszen nagyon jól tudják, hogy Nyíregyháza nagyon sportszerető város. Hallották azokat a sok sportfejlesztéseket, amelyek zajlanak, amelyek a múltban történtek, és ami a jövőbeni tervünk. Úgyhogy pont most beszéltem a főtitkárával és a MOB főtitkárával és elnök úrral, hogy bizony elérkezett az idő, hogy nagy nemzetközi sporteseményeken gondolkodhassunk. Az új városi uszodában nyilatkozott stábunknak Vári Attila, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke, aki azt mondta, az olimpia után egy nemzetközi vízilabda mérkőzéssel fogják megtisztelni ezt a létesítményt, mely több vízes sportág otthona lesz, és melynek az élsport mellett az utánpótlás az alapvető lényege, hogy vízbiztonságot adjon a gyerekeknek. Rengeteg minden dolog történt az úszósport területén Nyíregyházán. Köszönöm a nyíregyháziaknak, polgármester úrnak, Szabó Tünde államtitkár asszonynak, hogy hát rengeteg embernek ezt a nagyon komoly munkát, mert fantasztikus érzés bejönni egy ilyen szép létesítménybe, és remélem, hogy minél több sportoló, minél több diák, és minél több polgár majd nagyon jó érzésekkel fog innen távozni, hiszen ez egy szerintem nem csak sport részéről nagyon fontos, hanem a városnak a kiszolgálása szempontjából is egy nagyon fontos létesítmény. Én örülök neki. Dr. Kovács Ferenc polgármester a program végén az új atlétikai centrum szabadtéri pályáján kiemelte, történelmi esemény volt, hiszen először ülésezett a MOB elnöksége Nyíregyházán. A hasznos, a programokról is szóló egyeztetések mellett igyekeztek bemutatni a vendégeknek a várost, és mint mondta, nagyon elismerő szavakkal beszéltek rólunk. Mindenre azt mondták, hogy hát elképesztő, és nem is hitték volna. Természetesen ezeket még nyíregyházak sem ismerhetik, hiszen még nincs is átadva hivatalosan. Már a műszaki átadás átvétel megtörtént, de eszközbeszerzés még folyamatban van, de ez már néhány hét, és megnyílhat ez a valóban csodálatos és egész országon egyedülálló atlétikai létesítmény. Azoknak pedig, akik ismerik, hogy mi volt itt korábban az egykori NVSC centrum, az milyen állapotban volt, mennyire lezülve, lerongyolódva, hát azoknak ez még azt gondolom egy másik új élményt is jelent. A polgármester hozzátette, ennél a beruházásnál is gondoltak a városlakókra, hiszen készült egy 550 méteres rekordtán futópálya a szabadidősportnak, a sokadik a városban, így ezt is használhatják majd nem sokára a mozogni vágyók.